Na, sziasztok! Itt vagyok megint csak azért jelentkezem, hogy jelezzem valaki már megint ki a Google fiókomba, méghozzá abba a fiókomba, amivel ugye a YouTube-ra is feltöltöm ezeket a videókat a saját csatornámba. És ugye, hogyha nem tudom igazolni a fiókomat, akkor nyilván nincs videó feltöltés de hogyha látjátok ezt a videót, akkor sikerült visszaszereznem a fiókomat egy kicsit körülményes módon, és elmondanám, hogy ez a Google két lépcsős azonosítása, hogyha a telefon számodra kéred az azonosító kódot, ez nem biztos, hogy a lehető legjobb megoldás. Ugyanis beírod a nevedet, beírod a jelszót, és akkor küldjük az, az azonosító kódot, és nem jön meg. Nem jön meg az azonosító kód, nem tudom miért. Ha ki a fiókodból, akkor nem jön meg. Próbálkoztam annyiszor, hogy a végén már teljesen kidobott, tehát nem is engedte, hogy tovább próbálkozzam. És persze, hogy ugye nekem három Gmail fiókom is van, és mindegyik össze van kötve, mindegyikkel. A, ugye megkapom a biztonsági értesítéseket, és akkor egyike megpróbáltam valahogy visszaszítjögni a másikat. Tehát ami a lényeg, hogy az asztali gépből kidobott, és a böngészőből nem tudtam bejelentkezni. Most én lefuttattam egy vírusírtást, semmit nem jelzett. Jelzem, nem is telepítettem semmiféle olyan szoftvert, ami esetleg gyanús lenne, vagy kém szoftver lenne. És mégis uh, mégis úgyhogy az a szerencsém, ugye az androidos készüléken ben voltam a fiókomba bejelentkezve, és az Androidon tudom változtatni, ugye, hogy melyik gmail fiókommal akarom igazolni a másikat, és akkor bonfire-ös gmail fiókommal ö, igazoltam a Turi Tamásost, és akkor abba már ugye belépve ki tudtam kapcsolni a telefonos kódos igazolást, mert máskülönben soha a büdös életben nem engedett volna vissza közben annyit csináltam, hogy az összes fiókon megváltoztattam a jelszót. Vannak ilyen, mit tudom én, beírod a webre, hogy random password generator érted, és akkor beállíthatod, hogy hány karakter legyen, milyen különleges karakteret használhasson. Hát ez most így egy kicsit bonyi lett, mert ugye most nem olyan jelszavakat állítottam be, amilyeneket szoktam. Általában ugye olyan jelszót szoktam beállítani amit valahogy fejből képes is vagyok felidézni de mondom most nem akartam mindent egy lapra feltenni és akkor hát beállítottam ilyen generált gépi jelszavakat, a böngésző elmentette, most nem tudom hogy a a, a Chrome mi van gyere, nem tudom hogy a Chrome-ba a Androidba el lesz ementve. Gyere, cica. Aj, ma cica, itt kénytelen karik mióta már nekem. Mert hogy éhes a drágám. A tegnap már nem volt kedvem elindulni abba a szottyos időbe vásárolni. Pedig tudtam, hogy ma sokkal szarabb idő lesz, de mégse. Úgyhogy cica itt van száraz, táp nem kell neki most a kitekatra húzza a fogát. Na, Szóval akkor majd, ha olyan lesz, hogy az Androidból jelentkeztet ki, arra az esetre nekem fel van írva a zsebbe egy jelszó tárcába eltéve papírcetlire, hanem egy isten, mert most már halljátok, nem merek screenshotokat se csinálni semmiért, tehát hogy én csinálok egy screenshotot, amit elmentek egy készülékre, mit tudom én az asztali készülékre, mert ha bejutnak a gépedbe és hozzáférnek a fájaidhoz, és akkor beírod, hogy ez a fiókhoz ez a jelszavam tartozik, akkor lehet, hogy screenshotból ki tudják lopni. Úgyhogy ez megint nem jó, a telefonnal ugyanez a helyzet, tehát hogy nem írhatod bele egy um, jegyzettömbe, hogy mi a jelszavad, mert Na, ha bejutnak a telefonodba, akkor megint az van, hogy onnantól kezdve ki lehet bogarászni a jelszavakat. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy hogyan fogjuk ezeket megoldani. Hát marad a papír, meg a, a, a cédula. Mert hogy, mert hogy nincs jobb megoldás, gyerekek. És 2023 van mindjárt és még mindig nem találtak ki jobbat annál, amit én kitaláltam. Tudnélik azt, hogy nem egy Gmail fiókot használok, hanem hármat, és mind a három át van irányítva mind a háromba, és mind a háromba igazolva van ugyanaz a telefonszám. Több a tárhelyem is, meg ilyenkor vész esetén lehetőségem nyílik arra, hogy az egyikkel igazoljam a másikat és, és ennyi. Úgyhogy itt szerencsétlenkedtem vele elég sokat, de most már végre beengedett, úgyhogy Tud, azért is azért az is probléma, hogy most nem tudsz bejelentkezni az e-mail fiókodba, mert most akkor a Youtube-on például ott van a, a prémium előfizetések amin ugye hogy ne jelenjenek meg neked reklámok, és akkor ahhoz se tudsz hozzáférni. Tehát egyből, hogy bejelentkeztem a másik fiókkal, és akkor hát nem ugyanazokra a dolgokra vagyok feliratkozva mind a két fiókkal, és akkor dobálja nekem a reklámokat, meg a hülyeséget, meg a Magyarország kormánya, ez a többi szarságot. Úgyhogy azért nem jó, csica. És <laughs> le van itt az ölembe. De nem tudom, gyerekek, Google neki kéne feküdni, és, de, de tudod, már ilyet is felajánlott, tudod, hogyha egyik próbálkozás sem siker, válaszoljon meg minden kérdést, de egyébként nem tesz fel minden kérdést. Hát az e-mail címet kérdi, meg a telefonszámot, meg a, a telefonra érkezett azonosító kódot. Tehát nem tesz fel olyan keresztkérdéseket, hogy jelszó, emlékeztető, vagy valami. Egyébként az ilyen random generált biztos, szuper biztonságos jelszóknál nem is lenne értelme jelszó emlékeztetőt így beállítani. Annak időn kedvenc cicád neve, vagy mit tudom én tudod, ami régen volt a régi időkben, még húsz évvel ezelőtt, mert azzal nem ér semmit. <laughs> Na most már jó van, szerintem. Ja, ben vagyok a saját fiókomban. És közben várom, hogy megjöjjön már a... Mindjárt mondom, csak belépek az e-mailbe. Google.com Jól van. És akkor hol van a Gmail? Google fiók, kezdőlap, de nekem itt a Gmail szokott megjelenni, vagy annak más a neve, Mail. Mail.google.com Ja, töltsöd be. Ja, és ugye mondtam, megrendeltem az oázisból ezt a monitort. Több mint kettő nappal ezelőtt, hát hétfőn ugye elindítottam, és akkor először nem tudtam kifizetni, leadtam egy rendes, nem tudtam kifizetni, mert hogy nem tudom, tehát limit volt a bankkártyámon, úgyhogy ez a kifizetés meghiúsult, és akkor még nem is regisztrálva tehát nem is tudtam visszanézni, vagy lemondani a rendelést, és akkor utána fogtam, de mondom, menjünk a picsába, akkor beregisztráltam az oázisba, biztos már volt egy régi regisztrációm, csak már elfelejtettem évek óta, mert ezt az LG monitort is ott vettem egyébként, amit most dolgozok. És akkor, nem mondom, akkor nem előre utalás lesz, hanem akkor várok egy díjbekérőre, és akkor azóta várok a díjbekérőre, és azóta se jött meg a díjbekérő. Én már tegnap felhívtam őket, hogy most én várok a díjbekérőre, és akkor mi lesz, mert hogy én Szerdától Szabin vagyok, tehát mondjuk Szerda csütörtök pénteken tudják kikézbesíteni, azért legyen már itt péntekre, mert utána meg megint nem leszek szabadságon karácsonyig. Tehát... És ugye izére nem kézbesíthetem a 43 colos monitort a munkahelyemre, mert hogy a francba viszem haza? Jó, hogyha bejön a haver a kocsival, akkor felrakjuk a kocsira, és akkor majd valamelyik nap lehozza, de azt, azt nem akarom. Tehát az már akkor egy nagyon izé lenne, úgyhogy nem tudom, a faszért nem küldik a díjbe és akkor most már az oázisnál is tudod, a automata robotrendszer van, tudod ez a menürendszer, ilyen szolgáltatás egyes, olyan szolgáltatás kettes, éteres, és akkor egy csomósza szétkapcsol az első csengetés után. Úgyhogy végül mire sikerül elérni a diszpécsert, addigra már három hívást lebonyolítottál, és most legutóbb beszéltem a fickó, azt mondta, hogy azért nem küldték még a díjbe mert hogy leltároznak ők is, és akkor nézik, hogy van-e abból a készüléken, ami egyébként ott van, hogy raktáron, tehát tehát, hogy elérhető elvileg. Úgyhogy keresik, hogy hol van. Ugye hát ez azért nagyon érdekes dolog, mert azért itt, itt nem egy, egy doboz 65 összegről van szó, érted, amit le kell eltározni, hanem egy izéről, hanem egy méteres cuccról. Úgyhogy nem tudom. És azt mondta, hogy ha megtalálják, meg meg végeznek a kalibrálással, mert ugye kalibrálást is kértem hozzá, majd akkor fogják a díjbe kérőt elküldeni, hogy ez még ma nem történt meg. És ezért is volt egy kicsit nekem itt macera, hogy most itt nézném az e-mailt, és, és akkor nem érkezik frissítés. De igaz, hogy a másik két akkontomon meg tudom nézni, mert ugye minden másolatot megkapok a többi fiókba. Néha hasznos az egyébként, hogy át vannak irányítva fiókok egyik a másikba, ezt te, tegyétek meg ti is, ha még nem tettétek meg, mert hogyha az egyikből kizárnak, és valami fontos értesítést vársz, akkor, akkor azt nem kapod meg. Na úgyhogy várok, hogy, hogy bú, vagy bá, vagy valami. Hát nem tudom, évekkel ezelőtt, amikor, várt, amikor az oázisnál vásároltam, akkor sokkal, alta, sokkal a könnyebb volt ezeket a dolgokat lerendezni, meg elintézni, most már úgy látszik, hogy itt is ilyen fennforgások vannak, van kérték, hogy legyek türelemben, mert nagyon-nagyon sok megrendelésük van. Honnan mancsod? Te fekete láb. Honnan mancsod? Úgyhogy, hát nem tudom. De merem remélni, hogy péntekre az év végre megérkezik. Nem a díjbe kérő, mert ugye szombaton a futár nem szállít egyébként, ezt sem értem, hogy, hogy szombaton meg vasárnap miért nem kézbesít a futár. Hát legtöbben csak akkor vannak otthon. Hogyha most nem tudja ki kézbesíteni, visszamegy a feladónak, meg tudom én, nem az én hibámból, hanem mert késett a díjbe kérő. akkor utána majd az lesz, hogy akkor jelöljön meg egy másik időpontot, de nem tudok most, most szabadságot kivenni, meg elmenni, kivenni pihenő napot, hogy majd akkor éppen, amikor jön a futár. Hogy akkor végén csak az lesz, hogyha nem sikerül péntekig idehozni, akkor majd megint rájuk telefonálok, és akkor lemódosítom a kézbesítési címet, és akkor oda fogják kézbesíteni a, a melóba, és majd, hogyha jön be a haver, mert jár be majdnem minden nap hozzánk vásárolni, akkor majd felrakjuk, a, vagy bedobjuk a teherautóba, és akkor majd este lehozza nekem. Ha nem felejte le erre jönni. <laughs> Úgyhogy úgy lesz ez a izéke. Unboxing, még mondom, az nem nem, nem lesz, mert nem tudok olyan feltételeket csinálni. Megmondtam azt is egyébként, hogyha még úgy is lenne, akkor sem mutogatnám a, a lakást, hogy hol lakok, de amúgy még nem. Nincs olyan állapotban, ami nem rajtam múlik, hogy elkezdem mondani egyik vagy másik, hogy ja, a monitorra van pénzfelújítás, nem. hát figyelj, azért nagyságrendekkel nem ugyanannyiba kerül, mert a felújításhoz mondjuk ahhoz még írjál hozzá három nullát. Érted? Amit itt nem puszba kell vágni. És nem a fallal kezdjük. Tudod? Úgyhogy a felújítás az majd apránként történik, úgy olyan apránként, ahogy félre tudom tenni a manit. Na de hát a mai világban most ki a franc tud félretenni pénzt? Hát örülök, hogyha hó végén izé kijövök nullára. Cica-cica, mert itt már volt 30% infláció, és mink, mink nem kapunk enni a cicával. Nem tudunk enni, nem tudunk enni, ugye? Cica-cica. Ki van, ki, ki vagy égve, cica? Ki vagy égve? Te, hallatlan dög, hallatlan dög vagy. Bírkozz, menj a helyedre, sipítsz. Hú, hú, de száll a szavéle. Még hogy nem vagyok rá alergiás. Ja. ugye ez lesz. Ha nem jön meg a héten a moncsi, akkor nem tudom mikor. De jó nagy lesz egyébként, pont akkor, hogy ide a polc meg a konvektor közé be fog férni. Ugyanezen okokból is még a falra, fali nem gondoltam, amíg a fal rendben nincs rakva mert uh, furkáltam fel polcokat, itt meg uh, karnist, meg ami kellett, és akkor, hát nem tudom, vagy én találom meg mindig a fugát, vagy itt a vakolat van olyan szor állapotban, hogy így, ziupp, így végig megy benne a fúró, érted? Tehát, hogy én nem innémném, hogy ez olyan stabil lenne, hogy ezt a monitort én ráakaszthassam, hogy egyelőre fog maradni a talpán, ezt meg nem tudom. Ezzel mi lesz, ezzel a 27-es IPS monitorral? Vagy az lesz, hogy jó lenne bevinni a melóba, hogy ne vakuljak meg már ennél jobban. Nem tudom, mit szólnának hozzá, hogy beviszem a saját monitoromat a saját azt Szerintem nem szólnak érte semmit, csak, csak oda kár lenne érte. Itt meg kettő nem fér el izének pedig azért dupla monitornak jó lenne, hogy itt hogy például a videót vágsz, és akkor a, a preview ablak az ki van téve full screenre, így az egyik monitor és a másikon tudod csak a izék vannak a, a kezelő cuccok. Ezek a videósáv, audiósáv, effektponelek, meg minden. Azért úgy jó lenne, viszont ez a monitor, ez meg 4K lesz amit vennék, a küldenék a díjbe úgy úgyhogy olyat fogok tudni csinálni, hogy amikor például ilyen izét csinálok, ilyen 1080-as felvételt csinálok OBS-be, akkor ketté lesz osztva a képen, és az OBS az sutty, ki lesz dobva az egyik oldalra, a screen recording ki lesz dobva a másik oldalra, vagy, vagy, vagy ilyen YouTube-os livestreameknél, hogy például én a YouTube csetet, azt látom, miközben, tehát fél screen látom, miközben látom a helyzet is. Ugye, ami az OBS-ből kimegy. Ez azért nem, nem rossz dolog. Szóval ez a nagy harci helyzet most. Felhúztam hirtelen a green screen-t, meg szedtem egy háttérképet. Ide, hogy azért, na, hogy vlogolhassak egyet. Na most már kint nem lehet blogolni, mert szarfos idő van és kömben szakad az eső, de menni én már a boltba, és várom, hogy elálljon az eső, és nem fog elállni. Úgyhogy nem nagy kedvel, de el fogok indulni, miután ezt mm, megcsináltam, ezt a videót, mert nincs itt semmi. Minden felfaltam. Sőt, még a munkából is elhoztam az összes kaját, amit ben volt. Úgyhogy most, hát csak ide megyek a spárba, remélem biciklive két perc alatt azért megjárom, tehát azért nem fog pacallázni, csak nem, nem szeretem. Nem szeretem. Nem tudom, meddig kell még fűteni, de nem jó sokáig. Na jó van. Ennyi volt a mi újság mostanára. Csak azért mondtam el ezeket, mert itt kommentekbe jöttek még a hülyeségek, még a saját csoportomba is. Na, Úgyhogy meg lehet érteni, hogy most azért, amikor az embernek a fogához kell verni a garast, de nélkülözhetetlen újításokra már szükség van. Hát ha hiszen már 4K kamerám van, meg egy csomó felvételt 4K-ba csinálok, akkor kell az a 4K monitor, meg különben is. Na. Nagyon régen vettem már ezt a, ezt a monitort, akkoriban újnak számított, akkoriban jónak számított, de már azért nagyon sok szoftver, amivel dolgozom, az már kinőtte sajnos. Úgyhogy 1080 az már nem elég. És az e, na most ez se teljes áron, mert, mert ugye a izét meg, megboltoltam a tesóm a régi tévét. Mondtam, ugye azt odaadtam nekik, mert hogy nekem nem kell, és akkor az, az, az nekem be van számítva. Na, tesóm azt kifizette nekem, úgyhogy hát azért nem úgy van, lehet, hogy ezt is nem tudom használni második monitornak, akkor el fogom adni, már ez egy kurva jó IPS monitor, egy grafikai monitor, ha nem fogom tudni használni, akkor azt is feldobom vaterára, vagy apróra, vagy valami, azt el fogják vinni. És annyika lesz. Sajnos itt nincs annyi. Gondolom, vagy át kell rendezni a szobát, hogy nagyobb hely legyen, és akkor máshova rakni az asztalt, meg a polcokat, meg mindent, csak úgy nem nagyon találtam rá jó megoldást. Úgyhogy ne a hátam mögött legyen az ablak, mert az úgy nem jó nyáron. A világítás szempontjából sem minden, úgyhogy itt a ficakban jól el vagyok. És szerintem a szoba szobaberendezés az így marad. Na jó van gyerekek. Ennyi volt a mai vlog, tudom, ez nem volt valami szívderítő, meg, meg, meg de azért. A jó hír az, hogy sikerült a fiókomat helyreállítani és a kó puf. Megint nem tudnak bemászkálni a Google fiókomba. Remélem most már az erősebb jelszó ezt már megteszi. Jó. Na köszi szépen, hogy velem tartottatok. Csapassatok a lájkot, meg iratkozzatok fel, meg bla 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 bla. Meg küldjetek szuper köszönetet, meg nem tudom mit, amit tudod szok, szoktam elmondani innen. Vlogolás most, ez téli vlog lesz, a, a téli vlog az, az mindig ilyen lesz, hogy ülök az asztal előtt, és akkor mesélek. Mert most jobb nincs. Jobb nincs. Nyár meg tavasszal meg ki lehet menni, meg a jó időbe. Na, oké. Okay. Na gyere, Tita. Gyere. Jó, van. Kettévágja vágja farkadat a green screen, Kilogsz a green screenből, cica. Cica. Te is búcsúzzál el a kedves nézőktől, mondja nekünk. Sziasztok! Sziasztok! Kedves nézők! Sziasztok! Sziasztok!